Szevasztok, én Abalink vagyok, és elkezdtünk az Építsünk Let's Play következő részével. Ugye az előző részben ott hagytuk abba, hogy elkészült ez a farm, mert mondjuk úgy, hogy mostanára vannak problémái. Mondjuk, hogy a cobblestone-ok annyira túltengtek, hogy itt a összes cseszte le van velük, és itt a lávába kell elégessem. És mondjuk úgy, hogy még itt valamiért a gép alja állandóan megtelik velük, még mindig. És nem tudom, hogy miért, ezt még majd meg kéne oldani. De egyelőre azért ne laggoljunk, így elégedgetem az összeset, amit itt látok, mert mondjuk úgy, hogy ezekből problémák lesznek. Amúgy szerintem emiatt az álló futószalag miatt van ez, ami miatt nem tudnak itt bemenni. Ebből is kéne egy kivezetést csinálni, mert nem elég gyors. Szóval egyelőre ott tartunk, hogy el kéne készíteni egy gyárépületet, amit én téglából szeretnék. Hát ugye a tégla az tégla, tehát téglából készül, és ugye ezt agyagból kell megcsinálni. Viszont lustra vagyok agyagot keresni, és hogyha összetörünk sódert, amit mondjuk úgy, hogy van, akkor tudunk olyat csinálni, hogy kaphatunk homokot, flintet és claybolt, a legfontosabb. És mivel annyi sóderünk van már így is fölöslegve, főleg hogyha majd ezeket is összeürüljük sóderré, hogy szerintem ez itt tökéletes lesz. Hát végül is ahogy nézem, szerintem túltermeljük a cobblestone-t most ezzel a géppel. Én arra gondoltam, hogy egy pár fúrót most kikötök itt a szélén. Ezt a sor fúrót kikötöm. Na. Szóval akkor ez a hátsó rész az most elkészül. És meg kell nézni, hogy ez a crushing wheel ez hogy készül. Nem olyan drága. Viszont ezek a crafterek, ezek szerintem pedig igen. Electron tube. Tehát itt alul 3. Így. És már csak meg kéne hajtani. Hát ennél menőben kinéző craftingot még sose láttam. A Create ezt nagyon menőn megcsinálta. Tehát ezt senki nem más nem mond, senki nem mondhatja, hogy van ennél jobban kinéző. Ezt a crushingolást ezt valahol itt kéne megcsinálni. Na. Szóval arra gondoltam, hogy innen elhúzok egy futószalagot ide föl, és itt fogjuk valahol összedarálni a dolgokat. Na, így. Na, és akkor nézzük csak meg mondjuk, hogy itt jön két kő. A kilövi túlságosan. Jézusom! Hát ez kúsa vagy sebez. Whoops. Erről most ezek a kínai biztonsági videók jutottak eszembe. Szerintem abban is benne van, hogy ne daráld le magad. Na. És ez sokkal gyorsabban is csinálja a shoulder-t. Sokkal gyorsabb a crushing wheel. Tehát akkor ezeket szerintem én innen elbontom. Na srácok, hát ez a gép itt nagyjából elkészült. Tehát most én itt picit lebontom az ilyen fölösleges dzsuvát. És elkezdjük megépíteni akkor magát a épületet, mivel még azóta elmentem kézzel is gyűjteni clayt, meg most ez a gép is termelt egész sokat. Úgyhogy mondjuk itt most egyelőre lebontom ezeket a random tornyokat, és akkor jövök vissza. Ismerős hangokat hallok. Ó, srácok, figyeljetek, mit találtam. Itt egy kacsa. És tojt egy tojást. Szerintetek, mit teszik? Ezt elrakom.
Mit teszik egy kacsa? Nem bogyót, nem. Majd ezek adnak füvet, vagy magot. Eszel magot, kacsa? Hát nem eszik magot. Majd meg kell néznem, hogy mit eszik a kacsa. Ó, figyeljétek, mi van itt. Itt van egy híd. Szerintem ezt a Young's Better Bridges, vagy valami Young's Bridges mod adja be. Ó, kettő is. Most szerintem annyit hozzáadok az ilyen világokhoz, csak egy ilyen kis lebomlott híd itt. Na, nagyon aranyos. Ja, meg itt egy másik. Ezt nézzük meg. Jaj. Whoops. De ez nagyon aranyos, ez nagyon aranyos. Ez tetszik. Mert elmentem betölteni itt a csánkokat a térképhez. És... itt... ja igen, itt járok, itt szedtem a izét. Meg, ahogy nézem, itt van ez a falu, de még be sem mentem, úgyhogy most elmegyünk azt megnézni. Mivel ez elvileg, ahogy nézem, egy modos falu talál. Vagy már itt, igen. Szerintem ez egy modos falu. Nem nagyon néztem meg. Úgyhogy most megnézzük. Meg még az jutott eszembe, hogy innen szépen így egy nagyon menő kis vasútvonalat lehetne ide építeni. Mert ugye a Create vonatokat is bead. Úgyhogy ezt majd lehet, hogy meg fogjuk majd csinálni. Mert ez a kis völgy, ez tökéletes lenne egy kis vonatnak. És így szépen el tudnám itt vezetni, és nagyon jó lenne. Úgyhogy majd lehet, hogy majd megcsináljuk legközelebb, nem tudom. De egyelőre agyagot szedek, még mindig. Aztán majd meglátjuk. Te bántasz? Nem. Jó, akkor nem. Zsír. Azt hittem bántani fog. Vagy én bántom őt? Viszont ez itt egy nagyon aranyos kis rész. Ha már vasútról beszéltem, ide biztos kell tenni egy megállót. Egy menő kis épülettel. Jaj. Nagyon aranyos ez a kis mezős része itt a domb aljának. Úgyhogy ide majd biztos, hogy teszek megállót. Még arra nem emlékeztem, hogy ez a hegy ez ennyire meredek. Hát nem fog felmenni itt a vonat. Ó, Jézusom. Na hát csak megmásztam, úgyhogy... itt ez a kis völgy. Körbefutkoráztam a térképen, meghajóztam legfőképp, hogy betöltsük ezeket a részeket, hogy meg tudjuk nézni a térképen. Tehát itt végig hajóztam, mert 2 óra volt. De most már a térképet is meg tudjuk nézni. Jaj, de aranyosak! Nem adom az őket, nem kis aranyosak. Ahaha, itt a falu. És ahogy nézem, már is esteledik, úgyhogy meg is tudjuk nézni. Hogy milyen itt aludni. Jó napot, uraim! Van itt valaki? Halló? Fenyőcsemete. Mik azok van? Jaj! Úgy érzem, valaki itt érdekesen építkezen. Ó, ez is nagyon nagyon kis ház. Emerald, hát kösz szépen. Még itt erre nem voltam. Halló? Jaja, itt nem voltam. Nekem nincsen semmi már azért. Hát még itt. Aha. Értem. Értem itt az elképzelést, majdnem. Nem lenne fizika, dögölj meg. Nem lenne fizika, hát én is így építkezni. Lapok. Kenyér. Na, itt van ágy? Ha, nincs. De viszont ez a kis torony, ez nagyon aranyos. De akkor mondjuk itt kimegyünk. Nézzük meg itt középen még aztán. Na jó, ez nagyon aranyos, ez tetszik. Itt miért nem lett vanillával is csinálni? Várjátok, ezen a része még nem voltunk. Itt hátul. Halló. Halló? Akkor ezeket a házakat néztük, de itt még nem voltam. Ó, ez annyira aranyos mondjuk. Ó, ez a pók. Dögölj meg.
Na, ez a ház, ez nagyon tetszik nekem. Itt a falu szélén, ezek a házak nagyon aranyosak. Ja, nagyjából körbenéztünk. Hát aranyos ez a kis falu, de azon kívül szerintem sokkal jobb, mint egy vanilla falu, tehát nagyon aranyos, nekem nagyon tetszik. Itt se voltunk, semmi különös. Na, jól van. Hát akkor menjünk haza, remélem, hogy ennyi clay elég lesz. A Docsi az nagyon nyomja. Nyomja Docsi. Micsoda, ezek slime bolt adnak? Az még értékes. Te aranyos! Tényleg, itt egy szarvas. Aha, ilyeneket kéne majd vinni a tílapú lámái helyett. Mondjuk ez egy jó ötlet. Szerintem. Srácok, találtam valami, ami egy ilyen dungeonnek néz ki. Mert nem hiszem, hogy... milyen értékek vannak itt. Tehát én úgy gondolom, hogy a cobblestone az nem szokásos építőeleme egy ilyen bányának. Kíváncsi vagyok, hogy ez itt micsoda. Ujjaj. Jaj, de nem kéne leesni. Mi a rák van itt? Az lenne a kérdésem. Lefele semmi. Akkor ez csak egy ilyen kis... Ez milyen spawner? Pók. Hát akkor... Ennyit ér egy pók spawner. Fúj. Na, az jutott eszembe, hogy egy gyárakon általában ilyen fém... már körbevett üveg szokott lenni. Azt nézem, hogy ez a... Na srácok, szóval szerintem összeszedtem mindent, ami kellhet nekünk. Van nálam nagyon sok tufa, tégla, ilyesmi. És egy ilyen kisebb gyárépületet szeretnék még építeni. Akkor itt fog végig menni a fal, meg itt kihagyunk egy blokkot, hogy itt a ládákat el lehessen érni. De viszont még itt ide fogom rakni majd szerintem. És akkor itt hátul ezt a gépházat egy másik stílusba szeretném majd megépíteni. És már megint lement a nap, mire ide értem. Király. Nem hiszem el. Mindegy, amíg be vannak bugolva a lámpásba, addig jó. Ja. Hát ezek lefagytak. Szóval most egyelőre kidíszítettem így a falakat, és gyűjtöttem még jó pár adag andezitet, és terrakottákat, amik itt vannak. Most egyelőre azon gondolkodom, hogy ennek a nagy teremnek egy ilyen kupolás tetőt szeretnék, és hogy azt hogy oldjam meg. Az biztos, hogy itt lesznek ilyen ívek, csak még nem tudom, hogy hogy. Mert ugye itt még tufából kéne csináljak valamit. Még nem tudom, hogy milyen tufából legyen ott az a rész. Enchantoltam most először egy... Silk touch-os kis
csákány, mivel ezeket az ablakokat nem akarom, hogy kárba menjenek. És mivel nem volt még sose szirtacsos csákányom, ami nem tört volna el, ezért ez ezért kellett. Úgyhogy én ezt az ablak sort egy blokkal kijebb hozom, mert így jobban fog kinézni. Ezt megszállt az ördög. És ezzel is ez történt? A szar. Megjavult. Na, srácok, hát elkészültem a gyár építésével, úgyhogy most körbe is mutatnám. Itt kívülről kapott egy ilyen kis gépházat, ez a sok fogaskerék vagy vízikerék, hogy így kitakaródjon, szóval szerintem ez így egész aranyos lett. Itt hátul, ha megnézitek, itt végig vannak ilyen kis létrák a tetőn, hogy itt föl tudjál menni. Itt vannak ilyen kis lépcső, fokos cuccok az ablakoknál, meg itt is. Nem tudom, ilyen karbantartási létre, hogy föl tudja lőni ide a kupolára. Szerintem ez csak egy ilyen kis részlet, de nagyon aranyos, hogy ezt a create-tel ilyeneket is lehet craftolni. Akkor itt van egy kis oldalsó épület, amiben ugye a másik két crushing wheel van elrejtve, ahol a sodereket zúzzuk össze. És ha már itt voltam, megcsináltam ennek a kis kaktuszfarmnak is az épületét, hogy ne legyen ennyire ronda, tehát ez is kapott egy ilyen kis épületet. Ha itt tovább jövünk, akkor ugye itt lesz maga ennek a gyárnak az eleje. Hát ilyen elég kocka, de egy gyár is kocka, tehát teljesen elmegy. Ha bemegyünk, ugye hát a padló az nincs kész, de nem érdekel már annyira. Ugye itt van ez a crushing wheel, és most már le se tud darálni, nagyon remélem. Ugye itt vannak a gépek, itt végig lehet menni szépen, hát ki van fákjázgatva meg ilyenek. De amúgy itt belülről nem is nagyon semmi különös. Itt be lehet menni a ide a fogaskerekekhez, de mondjuk ezt is ide rakom még. Na. Szóval ennyit a gyár belsejéről. Akkor itt kint van egy ilyen cigizős terasz, vagy mit tudom én, hogy itt legyen egy ilyen kis fedett terasz. És ugye itt vannak ilyen kis gyárablakok, és ja, innen kezdtük. Szóval, hogy igyekeztem egész sokfajta tetőt építeni, ami egy gyárra jellemző, tehát ott van ez a kis kupolás rész, és itt van ez a ilyen, hát ilyen ferdetető, ilyen gyártetős rész. Nem tudom mi a lényege, de ilyen lett. Szerintem nagyon jó lett, tehát ja. Egy egész komoly város így kialakult itt a kis kikötőben. Ez nekem nagyon tetszik. Úgyhogy még erre, meg erre is simán bővülhet még majd, de ja. Remélem tetszett, találkozunk legközelebb, addig is írjatok mindenféle ötletet kommentbe, hogy mivel foglalkozzunk szerintetek, meg nagyon szívesen várok visszajelzést. És hát találkozunk legközelebb. Szevasztok!